Folytatódik Miskolcon a nyomorterep felszámolási program. Ezúttal Miskolc-Tapolcán dolgoztak a gépek. Az idegenforgalmilag frekventált területen egy olyan házat bontottak le, amiben egy ideig illegális beköltözők is éltek. Miskolc-Tapolcán egy hatalmas romos ház bontásával folytatódott a nyomortelep felszámolási program. A helyi polgárőr elmondása szerint nagyon sok rossz arcú ember húzta meg magát korábban a romos épületben. A bontással ez a probléma is megszűnik. A markoló reggel óta dolgozott a Várhegy utcában, a ház falai pedig sorra dőltek. A bontás mellett már a törmelékek eltakarítása is megkezdődött. A ház a város egyik kiemelt övezetét csúfította. Tapolc egy idegenforgalmi terület, nagyon fontos, hogy rendezett legyen, és én azt gondolom, hogy a mai napon ezzel elindulunk ezen az úton. A városvezetés továbbra is elszánt abban, hogy a nyomortelepeket felszámolja. Ez egy újabb példa arra, hogy meg akarjuk szüntetni végleg a nyomortelepeket. Most a Várhegy utcában dolgoztak a gépek. A közelmúltban viszont már több városrészben bontottak el elhagyott romos épületeket. Nem olyan régen a Kabar utcán is felszámoltak egy ilyen ingatlant. Ez pedig már a Méztelep, ahol a nyár végén tűnt el egy romos, elhanyagolt társasház. A nyomortelep felszámolási program több célt is szolgál. Nem kizárólag közbiztonsági programnak tartjuk. Elkötelezettek vagyunk ebben azért is, mert hiszünk abban, hogy ezek a területek Miskolc városában értékes területekké válhatnak. Egy valódi városrehabilitáció alapjait teremtjük meg. A program 2014-ben kezdődött, azóta csaknem 300 lakást számoltak fel a nyomortelepeken. Bontottak az Álmos utcában, eltűnt a Békeszálló, tisztul a Bábonyi Bérc, a Mávtelep, és a számozott utcák több mint kétharmadát is kiürítették az elmúlt 5 év alatt.